kívánok, tisztelettel köszöntjük a Város Önkormányzatának képviselő testületének 2014. október 39. ülésén a képviselő testület tagjait, szintén főjegyző szerint a hivatal munkatársait, intézményeink vezetőit. Megjelentek a rendkívüli ülésen, amelyre 4 napi rendet javaslok. Az írás pedig nem kívül egy az ülésre, és egyébként pedig az április egy közügyelhatási ügyben megjött felelős elbírálása, megállapítom, hogy határozott képviselők 12 képviselő van jelen, ketten igazolta hiányoznak. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi kapcsolatban van-e javaslat, kérdés? Nincsen, akkor kérem szavazzunk az írásban kiküldött napirendi kérdéseket, ha lehet, hogy megszavazzunk. Thank you.
nincsen kérem, akkor szavazzuk a határvédelmi jóslatot. Terjesztése a költségvetési rendeletnek a szokásos módosítása, az időközben bekövetkezett változásokat, kívánjuk átvezetni az időközben érkezett állami többlettámogatásokat, valamint bizottsági testületi döntéseket, továbbá szeretnénk, hogyha 11 millió forintot megszavazna a testület oktatási intézményeinknek a karbantartásra javítására az elmúlt hónapok esőzései következtében szükségessé válik több oktatási épületünknek a javítása. A fővizsgáló asszony véleménye szerint a rendelet tervezett módosítása hivatkozott törvény és jogszabályi előírásoknak megfelelően kapott összeállítása, fővizsgálói véleményt hát támogatja a rendelet tervezetet és a gazdasági bizottság, humán bizottság, oktatási, kulturális bizottság és irodai részenkormányzat egyaránt támogatja a költségvetési rendelet módosítását, a HTV szerint törvényes tárgyalásra alkalmas ezen felül. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, hogy Tamás képviselő, mert van a szó. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, egyetlen apró sorra szeretnék rákérdezni, ez a 6-os mellékletben található a Gyula Városi Önkormányzat. A képviselőtestületnek 2014-ig, valami több éve kiadott felhatalmazási kiadásairól van szó, és itt is az 5-ös pont a Dénes-Majorban szerint határon átívelő működési program, hogy a 2012. novemberében megvalósult, ez egy döntően európai uniós forrásból megvalósuló útberuházás volt, ami sajnos Románia segíti csatlakozásának ilyenkában nem tudunk használni. Én csak arra szeretnék rákérdezni, hogy külügyi diplomáciai forrásokból a városvezetésnek van-e bármilyen információja arra, hogy Románia mikor lett az Európai Unió Schengeni hatálya alá tartozó ország, ekképpen mikor használható ez az út, hiszen a Gyula város 15 millió forintja is benne van. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést, semmilyen információ nincs arra vonatkozólag, hogy Brüsszelben az Európai Unió vezetői szeretnék-e kiterjeszteni Romániára és Bulgáriára a Schengeni övezet határát, illetve az ő keleti határaikra. Amikor ezt a pályázatot annak idén beadtuk, sőt, amikor megnyertük, akkor még az volt az Európai Unió állásfoglalása, hogy 2011-12-től Románia és Bulgária és a Schengeni övezet része lesz, de ez bizonyos okok miatt az Unió megváltoztatta, és jelenleg semmi információ nincs arra vonatkozóan, hogy kívánják-e terjeszteni. A külügyminisztériumnak az általam ismert álláspontja az, hogy ettől függetlenül ezeket az utakat tovább építik, több szakaszon a határ mentén készülve arra az időre, amikor majd a Schengeni határ keletre tolódik, illetőleg addig is ezeket az utakat lehet használni eseti ideiglenes, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés, ideiglenes határnyitásra. Egyrésztről, másrésztről pedig az ottani gazdáknak, a dénes-magyari földeken dolgozó gazdáknak is nagyon hasznos ez az út, hiszen így burkolódó tudják megközelíteni a földjéket, addig is pedig várjuk, hogy mikor tudjuk majd a határ átkelésére ezt az utat használni rendszeresen. Van más kérdés, hozzászólás, Pony István képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület, Pont Tamás képviselő úrnak a kérdését kiegészítve. Annyit mindenféleképpen el tudok mondani, hogy a külügyminisztérium, a két külügyminisztérium tárgyal a tekintetben, hogy ezeket a már megépült határátkelőhelyeket, amelyek ilyen okok miatt ugye nem lehet használni, ideiglenes határátkelő helyekké minősítsék oly módon, hogy ki kell építeni azt az infrastruktúrát mindkét ország irányába, hogy lehetővé tenni azt a személyforgalmat, amelyet délelőtt meghatározott időintervallumban 2-3 óra nyitva van, illetve a délután órában. Most folynak az egyeztetések, bővebb információ nekem sincs, vagy nem áll rendelkezésemre. Én tényleg ez nagyon komoly összeg.
más hozzászólást nem látok, akkor kérem, hogy a rendelet tervezetről szavazzon. Köszönöm, 12 igényel egyhangon elfogadtuk a rendelet tervezetet. Következő, esetben utolsó előterjesztésünk, tárgyalás a saját kezdeményezési helyépítési szabályok kiavítására. A legutóbbi testületi rendes testületi ülésünkön elfogadott rendeletben elírás adminisztrációs hiba történt, ezért egy tárgyalásos eljárás van. Meg kell ismételjük a folyamatot, ami egy rövid folyamat, az azt jelenti, hogy a novemberi rendes testületülése ezt vissza lehet hozni, tehát érdemben nem változik, hanem az elírás kell kiavítsuk, és akkor novemberben remélem ismét el fogja fogadni a tisztelt képviselőtestület. A Gazdasági Erőforrások Bizottsága és a Humán Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, és Humán Bizottság törvényesnek tárgyalása alkalmasnak nyilvánította, a Gazdasági Bizottság pedig támogatja. Van egy kérdés, hozzászólás? Nincs, kérem, akkor szavazunk.